Szia mindenki! Ebben a videóban valami számomra is hihetetlen dolgot fogok nektek mondani és mutatni, úgyhogy mindenképpen nézzétek meg! 2013-ban kezdtem el egy picikét ismertebbnek lenni, amikor az Azt.fm oldalon felkapottabb lettem, mint netcelebb. Én inkább előadónak tartom magam, aki videózik is, mert mindig is az volt a célom már az Azt.fm elején is, hogyha ennyire ismernek az emberek, akkor legalább ennyire ismerjék a zenémet is. Akkor éreztem magam ebben a szituációban sikeresnek, hogyha a zenémet is ismerik, hiszen nekem már jóval az Azt.fm-es netcelebkedés előtt volt a zene. Én 3-4 évvel előtte raktam össze ezt az itthoni stúdiót, ami nem tudom, most látszik-e a kameraképbe, de belógatom, most már ő van, de egyébként egy sokkal kifejletlenebb változat volt akkor, amivel például a Kártyavár című slágerdalomat csináltam, amiatt 2014-ben le is szerződött velem a Gold Record, és utána mentem át a Magneotonhoz, és hát ugye egyre jobban változtak az igények, egyre jobban változtak a szokások, így az Azt.fm mint olyan már kezdett eltűnni, és ezért alakult ki az, hogy én elkezdtem videózni. No, de jöjjön is ez a hatalmas bejelentés, ami nem más, mint hogy ugye a szeptemberben megjelent Dilemma című lemezem, aranylemez lett, és azt hiszem nekem az a legszebb karácsonyi ajándék, amit tőletek kaphattam, ugyanis gyakorlatilag ez volt az álmom. Én emiatt kezdtem el zenélni, én emiatt raktam össze itthon stúdiót, immáron lassan tényleg 10 éve, hogy én itthon írom és veszem fel a dalokat a mai napig, tehát amikor a Gold Recordnál voltam és amikor a Magneotonnál voltam, akkor is itt készült minden, úgyhogy hatalmas hálám nektek azért, mert támogattok és velem vagytok jóban rosszban, pláne hogy azért az utóbbi években nagyon sok rosszat hallhattatok rólam, ugye nagyon sok rágalmazás. Azt hiszem azért joggal mondhatom, hogy ez az egyik legbecsesebb ajándék, amit ugye a munkásságom alatt kaptam. Nyilván ezek is nagyon jól esnek, amik ugye itt vannak a fejem fölött, ugye az előadói és a vlogger YouTube csatornája, hogy átlépte a 100 000 feliratkozót, azért is kapsz díjat, de azt gondolom, hogy ez tőletek van, és azt gondolom, hogy ezt nem kérdőjelezheti meg senki, mert ez a ti vásárlásaitok alapján van, és azt gondolom, hogy ennél nagyobb ajándékot, hogy itt támogattok egy olyan tervemben, álmomban, célomban, amit én tényleg igazából teljes szívből csináltam és írtam rá dalokat, azt gondolom, hogy ennél jobb érzés nincsen, úgyhogy tényleg nem győzök hálásnak lenni emiatt nektek. Úgyhogy azt hiszem annyival búcsúznék, hogy aki még nem hallgatta meg ezt az albumot, az Spotify-on ingyenesen meghallgathatja, Szabi az Dilemma, de az összes digitális zeneáruházban fönn van, illetve hogyha meg szeretnéd vásárolni, akkor a leírásból oda teszem a linket, és meg tudod nézni a weboldalon ezt a CD-t, és akár meg is rendelheted. Úgyhogy tényleg nagyon szépen köszönöm nektek még egyszer ezt a sok támogatást. Nagyon hiszem el, hogy ez most így van nekem, és hogy most sikerült ide eljutnom, mert az azért nyilván egy nagyon nagy érdem, és egy nagyon nagy dicsőség nekem, meg jól esik, hogy azt mondhatom, hogy egy aranylemezes előadó vagyok, mert azt gondolom, hogy 2019-ben ez még ugyanúgy fontos, mint mondjuk 10 vagy 15-20 évvel ezelőtt. Szóval a videó végén, amint befejeztük, én ezt már teszem is fel oda, és gyönyörködök benne, és remélem, hogy újra megszeretitek majd ezt a csatornát, igyekszem nektek friss és új dolgokat hozni, egyre többet fogtok látni, remélem, és tök sok új projektet szeretnék nektek hozni, mint például az Ez vagyok én kisfilm, az is ugye a lemez kapcsán készült, úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, köszönöm, hogy hozzájuttatok az álmomhoz, és igyekszem visszatérni hozzátok, amint tudok, a legjobb formában. Úgyhogy sziasztok!